Nagy tisztelettel és örömmel köszöntünk Torontál keresztesek, a hívek nevében szeretném megköszönni, hogy méltóztatott elfogadni meghívásunkat, és a mai ünnepen jelen van, megtisztelt minket, és mutatja be ezért az ünnepi szentlését. Már több évtizede nem volt templomunkban, közösségünkben főpásztor. Köszönjük, hogy sok-sok munkája és meghívása közepette, a mi meghívásunkat is elfogadta, és méltóztatik ma velünk imádkozni ünnepelni. Nagy méltóságunk és főtisztelő püspök úr, ezen kis közösség nevében ígérem, hogy hűséges hívei maradunk, imádkozunk, hogy Isten áldása kísérje főpásztori munkáját, sokáig maradjon főpásztorunk, egyházmegyén főpapja. Imádkozunk, hogy a templomban megkeresztelt Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök közbenjárására a mindenható Isten segítse főpásztori munkájában. Köszönjük látogatását, Isten értesse sokáig. Tisztelt Kóboratja, köszönöm, hogy megadta a mai meghívásokat, és a mai napon is velünk ünnepelnek, mint máskor. Nagyon szépen köszönjük. A jó Isten tartsa meg sokáig egy közösségünkbe. Isten eredesse sokáig. Örömmel jöttem. Köszönjük szépen a kedves köszöntő szavakat, én is szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves híveket, kóboratját, a plebános urat, titkár urat, és a két diákonust, akik holnap után Isten segítségével papokká lesznek, abszentelés lesz Mária Radnál. Imádkozzunk, érettük is. Sok jót hallottam én már a Torontál keresztesi közösségről, hívekről. Egy kedves meglepetéssel is szolgáltak, amikor bejöttem a templomba és elmesélték, hogy jól lehet a plebános egy hónapban egyszer tud kijönni, de minden vasárnap összegyűlnek imádkozni. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Ma is ezért ültünk össze. Imádkozni is, ünnepelni is, de főleg imádkozni. Azért, hogy a jó Isten egészen uralni tudja a mi életünket, hogy ő tudjon minket vezetni, és hogy ezt megteszik minden vasárnap, ez életet ad a közösségnek. Megadja a folytonosságot, hogy igen, a vasárnapot szenteld meg, ahogy lehet, tegyem meg a magam részét. És én gondolom, hogy ezeket az áldozatos imádságokat Jóisten különös szeretettel hallgatja és meghallgatja. Olyat is, mint is hallottam, lehet, hogy ez remélem nem ünnepontó lesz, valakit kérdeztem és összetartanak, és valaki azt mondta, hát nem. És én remélem, hogy legalább a katolikusok összetartanak, legalább azok, akik ide járnak ebbe a templomba, ugyanazt a szent misét élik át, szent áldozáshoz járulnak. Én remélem, hogy ezek az emberek, mert összetartás nélkül felmorzsoljuk magunkat. Azt mondták, hogy kis közösség, hát én azt mondom, hogy elég nagy. Nem olyan kicsi ez, van olyan plebánia közösség, ahol kevesebb hívő van, mint ebben a jelenleg filiában. 100 éve ugyanálló plebánia lett, most ezt ünnepeljük, vagy ezt is ünnepeljük, Torontál keresztes, 1992-ig volt plebánia, de most, mint filia is, mint leányegyházközség is, úgy látom, hogy nagyon erős, és tartsanak össze az energiájukat, talentumaikat tegyék közösbe, hogy
sokáig fennmaradjon ez a közösség, és sokakat, a környékben lévő embereket is magához, a Jóistenhez tudjon vonzani. Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy befogadtak. Számomra egy öröm, hogy itt lehetek Önökkel, és együtt ünnepelhetjük a templom védőszentjét, Szent Istvánt, aki nagyon-nagyon sokat tett pontosan ebben az irányban, hogy összefogta a népet, és igazából néppé országgá kovácsolta a különféle irányba húzó csoportokat. Kérjük a Jóistentől Szent István közbenjárására ezt a kegyelmet is. Testvéreim, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, bánjuk meg összes bűnünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedetbe és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a bocsánatos mindenkor szeplőlelem. Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Oh,
Isten Szent István király itt a földön országunk koronájával ékesítette, és szentjeit közé emelte. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házat védelmezője a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Thank you.
Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borul. Elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szív megáltalkodottságának következménye. Lelkileg elkompulva kicsapongásra adták magukat, és kapcsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új ember, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Kedves pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! 100 éve lett önálló plebánia, igaz most újra nem az, de önálló közösségként szolgálja a Jóisten. Szent István király a védőszentje, és ma van az ő ünnepe, ezért ma egy kicsit róla fogunk elmélkedni. Igazából ma van a szenté avatásának a napja, augusztus 20-a, a halála az augusztus 15, általában a szentek halála napját ünnepeljük, mivel olyan nagy ünnep van, akkor a világegyházban áttették 16-ára, de nálunk itt ezen a területen, Magyarországon és a környékén itt
20-án a Szent Imaolvasásának a napján ünnepeljük őt. Szent István király volt az, aki a mi egyházmegyénket alapította, ezelőtt 990 esztendővel. És az ő fiának a nevelője, Szent Gellért lett egyházmegyénk első püspöke, a vértanú Szent Gellért püspök. Szent István védelmező és példakép. Több szempontból is. A sziklára épített házról olvastunk a mai evangéliumban. Ugye van az a két ember, egyik nagyon mélyre ássa a fundamentumot, a másik mindjárt a felszínre épít, homokra. Mind a ketten felépítik a házukat, mind a két ház áll, mind a két ház szép, valószínű, mint az új háza. És áll a két ház, de meddig? Addig, amíg jön a szél, a vihar, eső, addig, amíg jönnek a nehézségek, addig áll a homokra épített élet. Mai világban nagy a kísértés, hogy homokra építsünk, úgy, gyorsan, egy-kettő. Nem baj, ha nincs annak mély alapja, csak látszódjon, legyen szép, mutasson. Lehet, hogy akik homokra építenek, le is nézik azokat, akik imádsággal töltik az idejüket, vagy irgalmasság cselekedeteivel, vagy akár templomba járnak, lenézik azokat. Hát, én meg vagyok annélkül is. Szép az én házam. Aztán, mikor jönnek a nehézségek, akkor nincs mibe kapaszkodni, nincs kibe kapaszkodni. Úgy fontos, hogy ezt az evangéliumot magunk előtt lássuk, akkor is, amikor Szent István életét nézzük. Szent István sziklára épített. Még a múltat visszasíró pogány kopványjal szemben is sziklára épít. Talán könnyebb lett volna megalkodni a pogánysággal, megtartani bizonyos elemeket belőle, talán néhány ember még emiatt is mellé állt volna. Testvéreim, amikor Szent István a kereszténységet felvállalja, ez nem csupán taktikázásból teszünk. Ez nem csupán egy diplomáciai fogás, ahogy olvastam az egyik tankönyvben. Sokkal több neki, mély belső meggyőződése. Mert diplomáciailag is fontos lépés volt. A környék, főleg a nyugat-német, római irodalom mindig abból maradt, a környéke ottan keresztény, és valahol be kell neki is illeszkednie. De szerencsésen a külső lépés benne a belső meggyőződéssel egybeesik. Csak ideig óráig lehet taktikázni, ha nincs belső meggyőződés, ha nem építettünk a mélyre, ha nincs fundamentuma az életünknek, a taktikázás nem tart sokáig, amikor jönnek a nehézségek, amikor megaláznak, nincs miben, nincs kiben kapaszkodni. És Szent István egy olyan folyamatot indít el azáltal, hogy megéli a kereszténységet, és a népét a kereszténységre vezeti, olyan folyamatot, amely segített ennek a népnek, akkor is talpra állni, amikor porig volt a lázba, amikor nagyon-nagyon nehezen ment neki. Istenbe kapaszkodott, a hitbe, és ez meggyőződése volt. Kedves testvéreim, Szent István nagysága az, hogy kifelé is
befelé is építkezik. Építi az országot. Elrendeli azt is, hogy 10 falu építsen egy templomot. Az akkor egy nagy lépés volt már. Krisztus után 1000-ben, második Szilveszter pápától kéri a koronát, hogy ezzel is függetleníteni tudja magát a német császártól. Nem a császártól, nem a császár fennhatósággal akar élni, hanem a pápától kéri ezt a koronát. Igaz, hogy félni lehetett, hogy ezt a függetlenségi törekvését maga a császár nem fogja jó néven venni, de itt látszik az ő nagysága, hogy sikerül a császárral is jó kapcsolatot építeni. Igaz, két dolog is közbejátszott, a Henrik császár szívvel, lélekkel keresztény ember, a másik pedig, hogy jól jön neki, hogy itt van egy, legyen egy keresztény nép, amely megvédi nyugatot kelet támadásaival szemben. Magyarország felvállalta ezt a szerepet Szent István nyomán. De a Szent Istvánnak a jó viszonya a császárhoz, aztán még tovább megy. István feleségül veszi Gizellát, második Henrik bajor hercegnek a leányát, aki igazából a császárnak a húga, testvére. Valahol el kell gondolkodnunk ezen is, 955-ben van a legmezei csata, amikor megsemmisítik a magyar sereget, éppen a Augsburg mellett, hát éppen a németek, és nem törik össze az ország, ugye rá 40 évre van körülbelül a házassága Gizellával, ugyanabból a népből, Bajorországtól. Mennyi mindenen át kellett, hogy menjenek, és mennyire képes volt ez az ország, ez a nép alkalmazkodni ahhoz, ami szép, ami szent, ami előre visz. Szent István nem elégedik meg azzal, hogy minden külsőleg, minden rendben legyen. Engedjék meg, hogy néhány passzust idézzek a fiához írt intermegből. Azt mondja, kedves fiam, a katolikus apostoli hitet akkora mozgalommal és éberséggel őriz, hogy minden Istentől rendelt alapvalónak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisak hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, mint hogy a hit tettek hiány meghal, semmit nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uralomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sus csisakja is, mert a lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hisz az apostol ezt mondja, csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, amelyről beszélek, a következő. Higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézus Krisztusban, akit angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett, és Szentlélekben, ki szólt a proféták és az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen, tökéletes, oszthatatlan, szemlőtelen istenségben, és kételj hozzá ne férjen.
Folytathatnunk, kedves testvéreim, nem idézem most tovább az interneket, de ilyen hangnemben vezeti végig tovább, hogy hogyan higgy az egyházban, hogyan higgy a főpapok imádságát, kérjed ki, mert ha ők imádkoznak érted, akkor bátran kezdeményezhet dolgokat, mindezeket nagyon szépen 10 pontban leírja. Végén pedig azt mondja, hogy mely görög kormányozta a latinokat görög módra? Avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semmelyik. Ezért hát követ a szokásaimat, a tiaid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel. Kedves testvéreim, talán 2 szempontból figyeljünk oda még Szent István életére. Azt mondottuk, hogy belső meggyőződése és az élete példája is nagy segítség nekünk. Kicsit így a családjára figyeljünk, és utána a nevelésre, a családja, ha megnézzük, ugye elveszi a vallásos lelkületű Gizella hercegnőt, de úgy élnek a családban, hogy István is szent lesz, a fiúk Imre is szenté lesz, Gizellát is a boldogok sorában tiszteljük. Igazából egy szent család. Tehát az ország kormányzása nem jelentette azt, hogy annyira el vagyok foglalva, hogy a családomra nem figyelek. Hogy a családom nem fontos, más egyéb a fontos. A család egy szent dolog. És Szent István ezt tudta, és nekünk örökségül hagyta ezt. Ha élni akarunk, akkor erős családokban, jó, összetartó családokban tudunk élni. És ha engedjük, hogy ez valami vagy valaki szétpiszkálja, akkor szét megy az egész. Az egész élet, nemzet, egyház, minden. Testvéreim, a családot tartsuk nagyon fontosnak. Én még talán azt is elmondanám, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a család együtt is imádkozzon. Sokszor külön megteszik a maguk részét talán, de ha együtt imádkoznak, összefonlik a lelkük. Isten lesz az, aki a lelküket is összeforraszt a családban, és az a család, amelyik együtt imádkozik, úgy általában összetartó család, erős család. Ne felejtsük ezt el, és ne hanyagoljuk ezt el, mint olyan valami régi dolgot. Ha Szent István örökségéről beszélünk, ezt bizonyosan fontosnak tarthatjuk. Ő tudta, hogy egy országot úgy lehet szépé és jóvá tenni, hogy magamon kezdem el, és a legszűkebb körömen a családon. Nem szállt el, hogy mindenféle rendelkezéseket, majd az emberek megteszik azt, amit ő nem tesz meg. Nem. Az emberek azt kell, hogy megtegyék, amit ő is megtett. Először élete példájával. És ha ebből indulunk ki, akkor rátérhetünk a következőre is, a nevelésre. Szent István példát ad a gyermeke nevelésével kapcsolatban is. Olyan valakire bízza, egy bencés szerzetesre, a Gellértre, aki segíti őt a szenté válásban. Erre időt szán, ez fontos neki Szent Istvánnak. Fontos, hogy nem akárki nevelheti az én gyermekemet. És nem csak tudásra, nem csak fegyverforgatásra, ország kormányzására, hanem a belső minőségre, az életszentségre neveli. Testvéreim, ezt nagyon fontosnak kell, hogy tartsuk. Sokszor valaki elmondta éppen nem olyan rég, hogy sok szülőnek minden fontosabb a sport, a zeneórák, a pluszórákba járás, ezért nincs ideje segít arra, segítségére a gyermekeivel. Ezt nem teszik jól, akik így teszik. Nagyon-nagyon fontos, hogy sziklára épüljön az a gyermek nevelése. Az pedig a Jóisten a szikla. És ha ott jó alapot fektettünk le a gyermek nevelésében, százszorosan meghozza később a termést. Nagyon sok példát hozhatnánk.
használhatnánk erre, de Szent Istvánnál nagyon világosan látjuk ezt. Vannak persze pozitív példák napjainkban is. Jó, hogyha odafigyelünk erre, hogy mi magunk leszünk a jó példák. Mi a legfontosabb? Mi fog megmaradni? Ha a mai fiatalság, de 1000 éven keresztül a fiatalság a Szent Imrére nézett, egészen biztosan kapott valami pozitív töltetet, segítséget, hogy igen, lehet szépen tisztán élni mámat. És ma is szükségesek, hogy legyenek ilyen markáns, szép példák, lehet, hogy éppen az önök családjaiból kerülnek ki azok, akik fény csóvaként mutatnak a jövő felé, és példát adnak az embereknek, de ezért a szülőknek nagyon-nagyon fontos, hogy a hitüket megélve átadják gyermekeiknek. A nevelés, egy nagy-nagy nevelő, a Pestalozzi, a svájci nevelő azt mondotta, hogy én nem mondom, hogy a jó példa a legfontosabb eszköz, én azt mondom, hogy a jó példa az egyetlen eszköz a nevelésben. Tehát, hogy kisarkítja, de nagyon-nagyon fontosnak tartja. Ha nincs ott a szülők példája, a gyermek nem látja, hogy az ő édesapja, az ő édesanyja imádkoznak együtt, hogy nekik a Szent Mise, a templom az nagyon fontos, ha az irgalmasság cselekedetei nagyon fontosak, hogy megsegítsék a szegényeket, hogy nagyon fontos, hogy hogyan beszélnek másokkal, hogyan építik a közösséget, azt nem látja a gyermek, honnan fog példát venni. Akkor csodálkoznak, hogy az internetről veszi a példákat, meg nem tudom, hogy honnan, idegenektől, rossz társaságtól. Kedves testvéreim, figyeljünk oda erre Szent István példájára. Valószínű, hogy Szent István fia Imre nem csak Szent Gellértől tanulta azt, amit tanult, hanem magához hívta az ő apjának, az ő édesanyjának az élete példáját, segítségét. A folyamatok elindítása nagyon-nagyon fontos. Ferenc Szentatyám felhívja a figyelmet, hogy az idő fölötte áll a térnek, nem csak a tér, hogy most nekem jól menjen, hanem az idő, hogy milyen folyamatot indítottam el. Akkor is, ha nehézségek között kell most átmenjek, de tudom, hogy jó magot vetettem, az majd jó termést fog hozni, jó fát ültettem, jó gyümölcsei lesznek majd annak. A folyamatokra is gondolni, hogyan indíthatok el jó folyamatokat, a jó nevelés által és a jó példa által. Szent István ismerte az emberi gyengeséget, az, hogy szükségünk van támogatásra, segítségre. Ő maga is nagyon nehéz időt él át. 1030-ban Konrád császár megtámadja az országot, meg kell védenie, megvédi az országot, de nehéz harcok árán. Aztán rá egy évre meghal a fia, az Imre, így az öröklés is valamiképpen bizonytalanná válik az egész ország sorsa, és ő tudja, hogy ebben a helyzetben a boldogságos szűzanyához fordulhat, pártfogót keres. Sokan úgy ismerjük az ő képét, hogy ott áll a szűzanya előtt, térdélve vagy át, a korona a kezében van, és felajánlja a boldogságos szűzanyának. Valahogy összetűnt azzal is, hogy éppen augusztus 15-én Mária mennybevételének napján költözik haza a mennyországban. Máriában pártfogót ad nekünk, és arra figyelmeztetett az ő gesztusa, hogy nagyon bízzunk a szűzanyában, ugyanakkor kövessük a szűzanyát, az ő életét, hogy benne lássuk meg, hogy hogyan kell Jézust követni, hogyan kell kereszténynek lenni, ne féljünk,
Máriát követni, Mária segítségét kérni mindebben. Kedves testvéreim, a szűzanya segít imájával, segít élete példájával, segít azáltal, hogy rámutat az ő fiára, hallgassátok az ő szavát, kövessétek az ő szavait. Mária elítélte ezt a Jézus követését, és ha hallgatunk a mi égi édesanyánkra, akkor maradandó gyümölcsöt fogunk mi is hozni életünkben, családunkban, egyházunkban. Amen.
alkalmunkra, amelyet fölségednek bemutatunk, Szent István király közben járására, védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalma az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük fel szívünket, emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőknek az igazság útján, hogy meglássuk az éjjel homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi ember, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus a mi Urunk által. Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük és hangos szóval énekeljük. Nem
emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színek látására. Könyörünk, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által a bővele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Újra átélve azt a valóságot, hogy van egy mennyei Atyánk, aki gondunkat viseli, mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Imádkozunk most, mint az ő gyermekei, úgy, ahogy az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és sokára sem vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ő az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem étkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Üdvözítek egymást a béke jelével. Legyen békesség közt mindenkor. Én szívem, ilyen már, maradj nálam, nagy király!
áldozatból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodban, Krisztus a mi Urunk által. Megálljuk akkor a kenyereket. Mindenható Atyám, minden jónak adományozója, te tartasz fenn minden hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeinkről. Kérjük segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy az örökkivalókat is megnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Uram, hallgass meg könyörgésünket, az Úr legyen veletek, és a veletekkel. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eleve és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg kenyerünket, mint ahogyan a pusztában megáldottad és megszaporítottad az öt árva kenyeret. Áld meg minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erő, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget nyújtson, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ifja, gyertek előre! Szép volt életünk kötelékének a jelen. Hány éve? Harmadik. Áldjon Isten, tartson még tovább, és egyelőben. Istenünk, a te ígéd szentel meg minden. Áraszt ki bőségesen áldásodat ezekre a gyűrűkre, ott, hogy akik ezeket akaratuk szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőle testi, lelki erőt és üdvösséget, és tartsd meg őket az egységben, a mindvégig kitartó hűséges szeretetben, Krisztus a mi Urunk által. Vegyétek el nagy engedemben, hogy baj lesz. Nagy méltósága is köszönöm, Püspök Atya, meg a közösségnek a nevében szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ma együtt ünnepelhettünk itt Borondál keresztesen. Tudtam, már három templomunk van, Szent István tiszteletére szentelt az egyház nevében. Ez a legnagyobb egyébként. Van még Omor, és van Zimandrész. Ez a három van Szent István tiszteletére.
Én már nagyon régóta járok ide, annak idején, amikor gyerekem voltam, Lévárosban, akkor jöttem először, és szívesen jövök ide, szeretem a közösséget. Voltam itt akkor is, amikor az árvíz volt 2005-ben, segélyekkel, és visszakerültem Ódelekre, már amikor visszahelyezett, akkor vettem át ezt a közösséget, és örülök, hogy ez a közösség van és létezik. Nagyon szeretném megköszönni a pusztok atyának, hogy elvállalta, és egy ilyen szép ünnepet hozott létre itt Keresztesen, hogy együtt tudtunk ünnepelni. Nagy szeretettel köszöntöm Kóbor kanonok urat is, aki 4 évig szolgált a kutatóval, 69-től 72-ig. És rendben tette ezt a templomot, arról tudok. Köszönöm, hogy elfogadta a kanonok úr is a meghívást, és velünk ünnepelt. Már ünnepeltünk nélkül egyszer még Turi kanonok úrral együtt megfőpostolatban. Köszönöm a titkár úrnak is, hogy elkísérte a püspök atyát, és itt volt velünk. És a két diákonusnak, aki a Jóisten megadja, mi együtt imádkoztunk, hogy 48 óra múlva papok lesznek. Jóisten áldása kísérje szándékotokat, eldöntést, a meghívás elfogadását mindenható Isten részéről. Jóisten segítsen, hogy az egyház megyünknek jó lelki pásztorai legyenek. Hát még néhány kicsi szimbolikus ajándékot adnánk át, ha szabad. Szeretném még megköszönni a híveknek is, akik néhány nap előtt itt voltak, takarítottak a templomban, rendbe tették a templomot, feldíszítették, akik hozzájárultak adományaikkal, ennyi sok szép virág legyen. Ez ilyen kis közösségekben ritka, hogy ilyesmi létezzen, akik közreműködtek mindenkinek. Köszönöm a közreműködését, az adományait, és kívánok egy nagyon-nagyon szép búcsút. Köszönöm szépen, kedves tiszteletbeli főesperes úr, az ajándékokat is, a szentmise megszervezését, meghívást. Egyáltalán itt lehettünk, együtt ünnepelhettünk, együtt imádkozhattunk. Kívánom, hogy a jó Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Legyen áldott az Úrnak szent neve, a mi segítségünk az Úrnak nevében, ami a szeged és a földet tartja. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A személy sem véget ért veletek békével. Istennek legyen a hála. Thank you.
egyedül, itt hagyom szívemet, minden dobbanása, azt mondja a szeretet. Az legyen a szívem vágya, hogy bejussak a mennyországba.